Madárfüttyös, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, és hát még mindig elnézést kell kérnem, sok szempont az, az igazság, mert még csak most indul a YouTube után a Twitch karrier kezdete, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem Isten igazából ezt, úgyhogy lehetnek technikai problémák különböző beállításokkal, minden esetre üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos, derűs, ilyen napon ma? Szombat. Szombat délben, egészen pontosan. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és hogy elkezdtek követni, hogyha rákattintok a követésre. Most mindenféleképpen ki fogjuk próbálni az Age of Empire 4-et. Ugye, megmondom őszintén, hogy nekem is tök új ez az egész. Az Age of Empire-rel 186 ezer évvel ezelőtt játszottam legutoljára. És... hát... meglátjuk, hogy mi a helyzet. Hogyha valami baj van a hanggal, képpel, ilyesmivel szóljatok, mert tényleg nagyon, nagyon parázok mostanában ezektől a, ettől a Twitch dologtól. Ugye a YouTube-on, ott több ezer néző után, vagy több ezer live után, ott mindig már gyakorlatilag tudtam, hogy mire kell odafigyelni. Itt egyáltalán nem tudom. Egyáltalán nem tudom, hogy mire kell odafigyelni, de remélem, hogy közös megelégedésünkre lesz ez a buli. Na, hát látjuk, hogy alapvetően itt a single player az most nem játszik, ez a stressz teszt alatt. Ma egyébként a Steam-en lehet igényelni az Age of Empire 4 teszthez való hozzáférést. Rákattintasz, kapsz egy e-mailt, és akkor játszhatsz gyakorlatilag. Először szeretnék kipróbálni, aztán meglátjuk egy közepes gép ellen majd a bulit. És hát szerintem egy 2v2-t fogunk játszani gép ellen, standard game módba. Remélem, működik minden. Várjál csak! Ajj, stop search! Lehet, hogy 1v1-et kellene kipróbálni. Nem lehet 1v1-et kipróbálni. Aha, hogy itt nem lehet olyat csinálni, hogy egyedül vagyok 3 gép ellen, vagy van? A custom matchben. Nézzük csak meg! Szia, szuper Dani Madárfötyös, szép jó reggelt! Meddig lehet igényelni? Nem tudom, meddig lehet igényelni. Szevasz, Ghost Daddy egyébként. Nem tudom, meddig lehet igényelni. Az egészen biztos, hogy én ma reggel kaptam. Illetve egészen pontosan éjfél körül kaptam meg ma. Tehát jó rég láttalak téged is streamelni. Igen, hát remélem, hogy ez gyakoribb lesz ez a dolog. És az időpontok is egy kicsit korábbra csúsznak. Úgyhogy ha van lehetőség, akkor kövessetek be, aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Nem stresszelek rá, de azért na. Mivel legyünk? Legyünk a kínaiakkal. Úgyis ma nagy divat kínaiakkal lenni. És hozzáadunk, mit tudom én, legyen mellettünk egy gép. A Team 1-be. Egy közepes gép, nagyon jó. És legyen ellenünk, hát nem is tudom. Legyen ellenünk két easy, és egy közepes gép. Meglátjuk, hogy mi a helyzet. És angolokkal lesz az ellenfél. Az egészen biztos, hogy angolokkal lesz az ellenfél. Mi pedig a kínaiakkal. Úgyhogy ez egy kínai-angol összecsapás lesz, Isten igazából. Ez a helyzet. Még egyszer mondom, bárki igényelheti, Steam-en rákattintasz, stressz tesz igénylése, és már megy is a buli. Starting Age 1, itt elég sok mindent be lehet állítani, Isten igazából. De mivel nem ismerik annyira még a játékot, ezért fingunk sincs, hogy mit kellene beállítani. Egyébként Ghost Daddy és Super Dani, a hang az nagyjából jó, megfelelő? Tehát erre kérlek válaszoljatok, hogyha még itt vagytok, nagyon hálás lennék, vagy valaki, mert... tényleg elég parázok ezektől a Twitch-es beállításoktól, tehát lehet-e hallani a játékot a háttérben? Igazából ez itt a kérdés, hogyha valaki megválaszolná. Jó a hang. Köszönöm szépen, Gruber Hung, köszönöm szépen. Neked is, Madárfütyös, szép jó reggelt kívánok. Megnézzük, hova tudunk eljutni ebben a játékban, és mi ez, de hogyha ez a technikál stressz teszt, ez itt fog ugrálni egész végig a képernyőn, akkor lehet, hogy belevágok egyet egyébként. És elég nagy valószínűséggel itt fog ugrálni. Úgyhogy elég szomorú lennék. Elrontottam valamit? Ja nem, itt a Team 1. Ó, két géppel leszek, rosszul állítottam be. Á, francban, nem baj, most már így van. Így marad legalább, nem lesz erőszak. Nem lesz szexuális erőszak. Része Hagyma bácsinak. Ez különösen egyébként
jó dolog. Szerintem. Nekem. Minden esetre. Na, azt a betyár mindenit. Hát itt... itt érdekes dolgokat látunk. Itt ilyen csíkos, nem tudom, hogy ez direkt csíkos, vagy... Ezek itt fognak ugrálni. Itt fog ugrálni a technikai stressz, ezt nem érted? Na, jó, kiválasszuk. Ilyen dony. Nagyon jó. Azaz. Kedves barátim, mit lehet veletek csinálni? Itt egy sheep. Itt lehet építeni. Fölépítünk egy házat, az egészen biztos, mondjuk ide. Veled fölépítettünk egy lumber campet, mondjuk oda. Chen Chan Chung. A VASD-vel nem lehet mozgatni a képernyőt, ami különösen fáj nekem. Itt ugye úgy van, hogy a maximum population növeli a house, úgyhogy nem is biztos, hogy azzal kellett volna kezdeni. Mi? Feltöltsem? Kedves kisfiam ide érkezett. Beköszönsz, Levente? Nem köszönsz be? Mindenki arra vár, hogy beköszönj. Na mindegy. Megy nekem. Mi az, hogy F5? Szevasz, Troján! Madárfütyös, szép jó reggelt! Nekem megy. Én nézem közben egyébként, és megy. Tehát, hogyha véletlenül megállna nekem, akkor nagyon szomorú lennék. Jó, meg kell valami mining camp. Aha, hát oda nem lehet mining campet rakni. Nem is tudom, hova lehet. Mondjuk rakjunk oda egy mining campet. Nagyon jó, ez közben ugrált itt a képernyő. És a parasztokat ráindítom, hogy szedjenek egy kis... Mi ez? Bogyót. Bogyó és babócát. Nagyon jó. Itt a villager. Hogy vagy, Troján? A madárfütyös, szép jó reggelt nekem. Remélem jól vagy. Új, itt mindenkinek más a színe. Figyeled? Nagyon durva itt a izé. Itt az írásban. Ez mi a különbség itt az írásban a más színű? Hogyha valaki tapasztalt... köszönöm szépen a followingot, medve már. Jaj, de hiányoztál, megmondom őszintén. Tehát, valaki, aki tapasztalt Twitch néző, elmondhatná nekem, hogy ezek a színek itt mit jelent? Zsírúj Twitch akunttal. Megtisztelsz, Troján. Megtisztelsz, megmondom őszintén. Megtisztelsz. Nagyon aranyosak vagytok. És az az igazság, hogy itt a bimbo arcú Twitch az azt csinálja, hogy nézi így az átlagot, meg megtekintési időt, meg ilyesmit. Tudjátok? És hogyha nagy király akarok lenni, akkor itt most az elkövetkezendő időben eléggé meg kell tolnom ezt a bulit. Hogyha itt is nagy király akarok lenni, Twitch, vagy YouTube-on is lesz tartalom természetesen, oda fogom valószínűleg a videókat tölteni, itt fogok streamelni, és utána a streamet át fogom tölteni a YouTube-ra. Készpénzt is elfogadok. Hát tényleg. Inkább ismerkedjél meg a izékkel. Az itteni ilyen smiley-kkal, meg ilyesmivel, Troján. Itt vannak dolgok. Meg Pride Dragon. Mi van? Ne ilyen Pride Dragonozzatok. Azt se tudom, itt ki fognak minket nyírni, gyerekek? Hát, úristen! Hát el is felejtettem, hogy ez nem egy ilyen izé... városépítős bimbóság, hanem itt komoly odafigyelésre van igény. Csinálunk egy scootot, az biztos. Ez nem olyan fajta. Itt elbeszélgetem veletek az időket, aztán mégis megerőszakolnak. Ding ding dong! Na mennyi ding ding dong! Kontrollálni kell az összes site-ot. Mi az a site? Milyen site-ot? Aha, itt lehet választani dolgokról, de nem választunk, vagy nem tudom, hogy lehet. De nincs elég research. Vagy research? Alapanyag. Kell 400 étel és 200 fa. Nagyon jó. Te várjál már! Az ég áldjon meg, itt el is felejtettem, hogy így kell. Jaj! A fákhoz oda kell küldeni. Ez nem olyan, amivel én szoktam játszani, te atya úristen. Azt hitted, hogy a streamet nézel. De jó látni. Szevasz, Szepi, madárfütyös, szép jó reggelt. Üdvözöllek. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és köszönöm szépen, hogy rákattintok a követésre, mert ez nagyon fontos nekem. Tudom, kicsi rá az esély, de megkérdezem, ha van valaki itt, aki Dragon Ball Online-a globálozik. Hát szerintem ez nem az a közönség. Ez nem ez a társaság, kedves barátom. Ez nem az a társaság. Régen itt voltak ilyen bimbo ikonok. Hol van az az ikon?
Köszönöm szépen, Sergeant Stefan, bár így névről nem ismerlek, tehát nem a YouTube-ról érkeztél, vagy más neved van a YouTube-on, de örülök, hogy itt vagy mindenféleképpen. Na, jaj, Levente már, nézzétek meg, mit csinálok, gyerekem. Figyelj, ott, be, ott a keze, látod? Ezt csinálja. Ezt csinálja folyton. Folyton ezt csinálja. Így akar is streamelni, meg nem is akar streamelni. Látjátok? Ilyen kis bimbó arcú. Jók ezek az ikonok, ezek nagyon tetszenek, ezek a smiley-k itt. Na, csinálunk egy Imperial Officer-t. Az Imperial Officer egy különleges egység a kínaiaknál. Gazdasági támogatásos egység nem tud harcolni, és automatikusan adót szed. Ez a mi karakterünk! Azt te betyár, tudtam én, hogy a kínaiakkal kell lenni, drága barátaim. Tudtam én! Ali, új vagyok én. Hát én is, Stefan, én is. Megkapod az Early Access-be a gémet, vagy hogy nyomod? Mindenkinek, szevasz, Humprime, madár, hogyha szép jó reggelt, Humprime, várjál, nagyon fontos dolgot kell, hogy csináljak. Csak nem tudom, hogy kell csinálni. Humprime, beszélnünk kell. Ismerőst hozzáadlak. Meg nem tiltalak ki. Nem tudom, valahogy hozzá kell adnom Humprime-ot majd a moderátori dolgokhoz. Tehát bárki kipróbálja a játékot, Steamen rákattintasz, igénylem a stressztesztet, és akkor játszol vele, és akkor ilyen idegesítő felirat fog itt ugrálni össze-vissza, hogy technical stress test, de ne parázzatok. Meg lehet oldani ezt. Ez mi ez? Jó. Valahol lehetett itt szintet lépni, elfelejtettem, hogy hol. Úgy meg fognak erőszakolni egyébként, ne haragudjatok, ez egészen biztos. Tehát egészen biztos, hogy olyan szexbe lesz részünk, amit nem szeretnénk. Főleg, mivel nem építünk semmit. Na nézzük. Outpost, defensive building. Barak, barakot építünk. Barak az nagyon fontos, úgy értem. Ráér, halandó lesz. Jó volt a YouTube videó, láttam, hogy megy a Twitch Live. Ráér, halandó leszek még. Nem akarok, én azt akarom, Humprime, hogy legyél moderátor a csatornámon. Értsd már meg. Akkor azért van az zírás, értem, köszi. Igen. Hát most így ingyen élünk, az az igazság. Hát ez előfordul szerintem mindenkivel. Építünk még valami mást is. Építünk farmot. És építünk ilyen bimbó parasztokat még. Új, itt a gépek. Lehet, hogy nem is fogunk semmit csinálni, itt a gépek megölik egymást. Az angolok ellen játszunk, illetve rosszul állítottam be ezt is. Lehet forgatni a kamerát? Hol van otthon? Itt van otthon. Kamerát. Ez mi az, anyám? Ja! Hogy ott kezdenek az emberek. Na, elkezdünk Spearman gyártani. Elképesztő hadsereget fogunk fölállítani, és széttépjük a világot is. Hogy váltottál YouTube-ról? Nem tudom még. Az az igazság. Az igazság, nem tudom. Szepi. Az igazság, hogy a YouTube annyira nem szupportálja azt a tartalmat, a stream tartalmat, hogy gyakorlatilag az ajánlások százaléka a kimutatások szerint olyan minimális lett, hogy elképesztő, és ezért a feliratkozó számok nagyon lecsökkentek. A nem élőadás, hanem a feltöltött tartalmat támogatja a YouTube nagyon, ott lehet látni, hogy sokkal többen megnézik a feltöltött tartalmat. Hey! Spearman, gyerünk oda! Most kilő. Kilő és mire? Per mod Szepi 13. Per mod Hun Prime. Még csak ismerkedés a Twitch-re, de már 30 rendelkezésre smaci tapi. Nem kell tapizni, meg smacizni. Jól tette, de ez erre a legjobb platform. Megpróbáltam nagyon elhúzni ezt az egész döntést, és megmondom őszintén, hogy borzasztó nehezen hoztam meg ezt, hogy erre felé orientálódjak. Azt se tudom, hogy be fog jönni, vagy nem fog bejönni.
Nagyon félek is ettől az egésztől. Remélem, hogy itt lesztek, támogattok. Már nézéssel. És akkor meg, hogy velem lesztek ezekben a nehéz időkben, nehéz órákban, akkor biztos könnyebben fog menni. Na! Tetszik ez a kínai faj, de nem tetszik, hogy így ugrál a kép, látod? Vagy nem tudom, ilyen fura az árnyék. Várjál, meg kell néznem. Grafika, borderless, lighting quality high-ra rakom. Jó, persze, anti-aliasing-et high-ra rakom. Vertical syncset kikapcsolom. Azokat, amik tudtam, azokat lemódosította a rendszer, de sajnos ez az ugrálás, ez nem sikerült. Hát most főzzük a vadas, de még lehet támogatlak ma. Király vagy, Trojan? Király vagy. Tudom, hogy ez nem a legalkalmasabb időpont, csak megmondom őszintén, hogy én ekkor tudtam. Na, itt vannak a katonáim, valahol a világban van még katonám, de fogalmam sincs, hogy hova ment. Tehát, hogy szövetségesünket megtámadták, drága barátaim. Ja, itt a retardált, itt futkos bent. Ezt nem hagyhatjuk semmiféleképpen. Nagyon jó. Építünk egy malmot is. Te is segítsél malmot építeni. Itt volt régen egy olyan indikátor, hogy hány... Ó, population cap reached. Várjál csak, építünk még kis házikót. Kettőt is építünk. És itt is lesz ASMR fülk, várjál. Így jó. Fúj. Ez undorító íze volt. Remélem hallottad, Humprime, csak neked csináltam ASMR tartalmat. Ez mi ez? Well Barrow... Carry Capacity-t. Na, növeljük a Carry Capacity-t a villagereknek. Itt már lehet Stellaris Multit nyomni. Ez igaz. Jössz? Nyomunk ezt Stellaris Multit? Kiveszek egy 7 szabadságot, és akkor nyomunk ezt Stellaris Multit. Hol vannak azok a parasztjaim, akik nem dolgoznak? Nekem ez a kérdésem. És hol vannak az ellenségek? Ez is a kérdésem. Én fogadjunk, nagyon le vagyok maradva. Meg kell építeni a Zhongzhenu infantit kell csinálni. Na mindegy, körül kell nézni, hogy mi a bánatot tudunk itt építeni. Még mining campet építettünk, csinálunk outpostot, ide egyet. Köszönöm, kedves Gizda, a follow-ot. Madárfütyös, szép jó reggelt kívánok neked. Hallod, Levente, úgy hívják a barátomat, hogy Gizda. Durva, mi? Fiam visszakérdezett. Na nézzük, egyáltalán hogy állunk. Van 141 kajánk. Van 590... Mi a helyzet, Luca? Bejössz streambe? Integetsz a nézőknek? Na akkor gyere itt a zöld háttér alatt, bújjál be. De alatta ne rúg föl. De van 600 fánk, ami rengeteg. Van izénk, ami nem annyira sok. És van másik izénk, ami rengeteg szintén. Szerintem az izé, ez olyan búza lesz. Na, nagyon jó. Integessé, hogy lássák, hogy itt vagy, Levente. Ezek mit keresnek itt az én bázisomba? Ezek az árcserek. Na, jó, Hessinem, most már integettél, na, húzás.
Leharapom mindenkinek a fülét meg a farkát. Na. Hát gyerekek, ez nálam a csatornán megszokott lesz most, úgyhogy ne haragudjatok, hogyha így néha-néha bejön egy-egy rossz csont arc, Isten igazából ide hátra. Mert egyébként ez úgy működik, csak mondom, ez úgy működik, hogy van mögöttem egy zöld lepel, amögött van egy konyha, ott a feleségem hallom, hogy főzőskézik, meg szígy a pöröl a gyerekekkel, és akkor néha a gyerekek idejönnek, és így dolgokat mondanak. Hol lehet szintet lépni? Aha, itt. Dark, egy villager-t kell keresnem, hogy egy Dark Age landmark. Ja, itt kell! Oh, fucking... Mi ez? 200... Fa kell? Na jó, ráállítom a parasztokat a fára, gyerekek, mert ez így nem lesz jó. Sose fogjuk a fát kivágni rendesen. Megmondom őszintén, ez nem túl effektív lesz ez a játék így, ez egy inkább ilyen bimbóság. Na nézzük, elindulunk közbe velük. Aha, itt van a szövetségesünk. Valakit meg kéne támadni, mondjuk őt. Ide jövünk. Ing-dong-dong. Elindulunk a harcosainkkal. Ellopják a sót, nevezz át a csatornát hagyma gyerekeire. Hát elmondom neked, hogyha a fiamon múlna, akkor... Ha fiamon múlna, akkor elég csúnyán ő vinni már a csatornát régóta. Szoktunk olyat játszani, ugye ő nem feltétlen... Uha! Na, pont ide jöttünk, ezeket megpumizzuk szépen. Gyerünk, támadás! Őjed! Nyírjad ki! Ez az hűséges katonáim! Szoktunk olyat játszani, hogy játékból streamelünk, tudjátok? Na, ott maradt egy! Szevasz, Kobra, madárfütyös, szép jó reggelt! Úgyhogy ilyen játékokat szoktunk játszani, hogy játékból streamelünk, képzeld el. Nagyon meleg. Nagyon, nagyon meleg a pite. A Chinese kollégák, a hadseregem jöjjön szépen vissza. Ja, lehet, hogy ez kaja? Basszus. Nem, az nem kaja. Ez mi? Ez mi? Milyen anyag ez? Hát lehet én vagyok bimbo. Ez arany? Várjál már, haverom. Gyertek csak egy picit. Ide, mondjuk. Lehet, hogy az arany. Az első három rész fenn van gépázva, szóval lehet, hogy letöltöm. Bárki kipróbálja ezt a játékot, drágáim, 16-an vagyunk, imádlak titeket. Ilyen fogadtatásra nem is számítottam a Twitch-en. Ugye a YouTube-on ez megszokott volt ez a nézőszám, de itt a Twitch-en ennyien, hát... nagyon szépen köszönöm, én meghatódtam, esküszöm. Úristen, itt valami történik. Mindig valami történik. Jaj, a parasztjaimat megölik! Megölik a parasztjaimat, fújtsatok, bolondok! Orofin, madárfütyös, szép jó reggelt kívánok! Gyerünk vissza, fújtsatok! Ki fognak nyírni? Most látjátok, elbeszélget, ez mind miattatok van. Ez mind miattatok van, drága barátaim. Na gyere csak ide, haverom, ezt kezd el szedni. Ez lesz az arany basszus. Köszönöm szépen Souls Bursting az a follow-ot. Itt úgy kell mondani, ugye nem feliratkozás van itt a Twitch-en, hanem follow-ot. Szevasz, rovar killer, madárfütyös, szép jó reggelt kívánok! Azt a petyár mindent akartam rád írni, hogy hogy bimbo arcú barátom, gyere légy szíves. Mi ez? Per mod rovar killer. Csak hogy lássam azt, hogyha te írsz. Ne haragudj, észreveszlek, rovar killer. Hogy ne vennélek észre, drága barátom. Itt most nekem végem van.
Lehet a parasztokat be lehet fogni ezére? Harcra, gyertek oda, öljétek meg! Öljétek meg mindent! Scootot is csinálunk, meg ilyet is csinálunk. Viszont hagyma, nincs itt like. Mondjuk ez nincs like. Ez igaz, nincs like. Nem tudok like vadász lenni. Ez igaz. Na jó, elmentek, elüldöztük a támadókat, drága barátaim. Sajnos a parasztjaim nagy része odaveszett. Az a baj, hogy ugye annyira meg vagyok hatódva, hogy ennyien itt vagytok, hogy nem tudok a játékra figyelni. Ez nagyon durva. És közben valaki írogat nekem valahol. De nem. Nem baj, legalább nem embert szivatok, hanem gépet, tudom, de hagyma még csak a like-ot ismeri. Az emókat, emósokat keveslem. Minden, gyakorlatilag trojan azóta minden írás, az egy külön emotion track. Meglepődtem, hogy van Twitch hozzáférésem, bár ez szerintem a WoW addonok miatt lehetett. Lehet rovar, de nagyon örülnék neki. Megmondom őszintén, veled külön akartam erről beszélni. Nagyon örülnék neki, hogyha legalább kipróbálnád, mert majd a DC-n, Discordon személyesen elmondom, hogy miért döntöttem így, meg hogy egyáltalán hogy állunk ezzel kapcsolatban. De nagyon örülök, hogy mielőtt beszéltünk, már itt lehetsz. Köszönöm szépen, Ancsi, a follow-ot, azt a betyár minden egy gyerekek. Hát itt nem is tudom, mi történt. 99 follow-val ébredtem ma reggel, és most 180, drága barátaim. Ez sokkal durvább, mint amire én számítottam. Én nem is tudom, mit mondjak. Na, próbáljunk meg egy kicsit nem megdögleni. Igen. Kell egy paraszt nekünk, aki fogja, még mindig nem tudunk, mert most meg kajánk nincsen. Nincs kajánk. Mennyi kaját csinálni, vagy hozni, vagy gyártani, vagy búzát, valamit csinálni vele? Atya úristen. Meg menjél, nincsenek itt még ilyen magok, amiket lehet szedni? Tréga, itt vannak. Menjél magot szedni, haverom. Itt van, már rájöttem, hogy ez az indikátor, aki mutatja azt, hogy mennyi paraszt éppen nem csinál semmit. Most ilyen például 5. Belejövünk szépen lassan ebbe a játékba. Megmondom őszintén. Közben fát is elküldjük őket vágni. Már abból van egy rakattal, de azért jobb, mint hogy ne csináljanak semmit. Itt is van egy kis husi, ezt még a játék elején vadásztam le, azt is föl lehetne használni. Minden van itt, drága barátaim, aranyat is kell hozni. Úgy. Hiszünk benned, hagyma. Én is hiszek bennetek. Olyan kis barátságos beszélgetés volt. Péterrel kell beszélnem, még nem tudom, hogy ő... Meg még egy csomó emberrel, Isten igazából, össze kell írnom, mert tényleg... Nagyon szomorú lennék, hogyha bárki is lemaradna. Na, menjél vadászni, haverom! Te tudsz vadászni? Ezt tud vadászni? Ez nem tud vadászni. Hát milyen hasznod van neked? Az ég áldjon meg. Mi van nekünk itt? És mit lehet még építeni? Na, fogjuk az egyik parasztot, és megnézzük, hogy tudunk-e valamit építeni még. Ezekből építettünk, de szerintem ilyen föld még kell nekünk. Szevasz, Frederik, madárfüttyös, szép jó reggelt! Na, milyen a game eddig? Hát megmondom őszintén, hogy annyira inkább a chatre figyeltem, hogy fogalmam sincs, milyen a game. Igazából szerintem, hogyha megnézzük, vagy hogyha lesz majd kimutatás, akkor én leszek a legutolsó. De rajta vagyok határozottan. Ez például valami speciális Chinese egység, amilyen rabszolgatartó feladatokat lát el. De nem tudom, hogy például adót ki az anyámtól tud szedni. Na mindegy. Még csinálunk egy-két parasztot. És az étel, nem az étel, a fa előállított parasztokból a barbican of the sun.
épületet fogjuk fölépíteni. Most már egy kicsit bele elindultunk itt a buliba. Én azért tudtam, hogy van itt valami, mert a konkurencián volt egy figyelmeztetés, a poénos vége, hogy kell leállítani valamit. Ja? Ja, az poén volt. Nem én voltam a béna, hanem tök poén volt egyébként. Tök jó, hogy ilyen poénos vagyok. Próbezd meg. Ja, bocsánat, nem szabad csúnyán beszélni. Szóval igen. Igen. Szerettem volna minél jobban ezt elhíresztelni. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy belenézzünk ebbe a játékba. Elég kis csöves tanya váram van, ahhoz képest itt a konkurencia, meg itt a gép, ez itt elég jól tolja az ipart, megmondom őszintén. De mi is fölépítjük ezt az elképesztő nagy házikót. Kéne valami olyan egység, ami tud lőni messze. Valami íjász, hogy valami. Az ég áldjon meg engem. Na, arany az jön, mint az állat. Hús az jön, mint az állat. Mindenünk van, mint az állat. Most már csak fejleszteni kell. Határozottan jól néz ki a játék. Igen, egyébként, kedves Medvemárk. És Frederik. Igen, jól néz ki, bár ez a mozgó izé itt, ez megmondom őszintén, hogy megöl, de nem baj. Na, paraszt barátaim, úgy látom, hogy Imperial Akadémit tudunk építeni, ami azt a rohadt életbe, ami valami nagy. És ide építjük mondjuk. Nem tudom, hogy mekkora hely kell majd neki. Meg hát elkezdünk komolyabb mennyiségű egységet gyártani. Egy unatkozó parasztot még oda küldök, hogy segítsen építeni, mert lehet, hogy csak itt egy ember építhet csak. Nézzük csak meg! Itt lehet pontiákokkal harcolni, mint az el... Az mi ez a pontiákok? Az olyan népcsoport? Én nem tudom, mivel lehet most ebben a verzióban igazából 3 vagy 4 ilyen nép van. Itt lehet klipeket is csinálni, jumpscare-nél majd kivezetten hasznos lesz. Jaja, arra gondoltam, hogy esetleg, bár nem túl népszerű a játék, ma este folytatnám a Deep Space végigjátszásomat, és akkor... és ezen a platformon kíváncsi vagyok ez, hogy menne a buli itt. Na, menjél te is. Ja, te tudsz segíteni. Aha. Ez az Imperial Office. Ez a főnök. Ezt nem tudom, hogy kell kezelni. Vagy ez mi az anyámra jó? Ez valaki árulja már el nekem. Automatic Collection. Jó. Hát akkor automatán csinál ez dolgokat. Rendben van. Aha, itt közben fölépült nekünk a kecónk, ami egy ilyen aranyszállítás kapacitási upgrade-et jelentett számunkra. Illetve... Most ez a két egységem van, hát nem tudok mást építeni, ne vicceltek már. Ez mi? Scoot? Ez a rabszolgamunkás? Mi kell nekünk? 1200 kaja kell nekünk. Akkor, drága barátaim, aki olyan rohadtul unatkozik, elindulhatna kajáért. Egyébként. És közben egy katonát, sőt, egy lovas katonát rá fogok állítani, hogy erre tereljen őzikéket. Sportautó fekete. Pontiák. Hogy ezzel menjünk Pontiákban? Hogy ezt nem hiszem. Hát én nem tudom, hogy lehet szedni. Nem enged Aiellen játszani. Mi nem enged Aiellen játszani? Na gyerünk! Úgy! Öld már meg! Úgy! Nagyon jó! Itt drága, unatkozó haverjaim. Jöhettek ide összeszedni a kaját.
ti is, drága unatkozó barátaim, jöhettek összeszedni a kaját. Itt meg ezeket még azért itt lenyilazzuk. És még mindig nincs elég emberünk. Jöhetnek ki szépen a pikások. És ez mi a bánat? Fogunk egy parasztot. Ja, ez meg le tudja vágni kajáért. Hát most... Most kéne a kajás. Most kéne nekünk kaja. 242 kajánk van. Nem érdekel, hogy a szövetségesünket megtámadták. Oppa. Jaj. Jó, itt bányásznak a paréjak. Nagyon jó. Össze kéne gyűjtenünk nekünk is egy kis mennyiségű egységet. Csak jobban örülnék egyébként, hogyha lenne valamilyen... Na nézzük csak, itt mi van. Ha lenne valamilyen távolsági harcosunk, nem tudom, hogy kell kifejleszteni. A régi Nincs of Empire-ben volt egy cheat kód, amivel sportautót tudtál berakni magadra, mint egységet. Komolyan? Kipróbálom szívesen. Itt egy relik. Averon. Nézzük csak meg ezt a reliket, ez mi a bánat? És ez mit csinálunk ezzel a relikkel? Egyelőre semmit. Jó, ez milyen épület? Ez barátságos épület. Előre haladunk és megpróbáljuk itt az ellenfél logisztikájában hatalmas károkat okozni. Ezzel a maréknyi kis csapattal. Itt van például két bimbo arcú Scoot. Hát ez meg mi? Ez valami faltörőkos. De úgy látom, hogy errefelé nincsen aranybányászatra alkalmas ellenséges egység. Na majd megnézzük mindjárt. Pillanat. Hát csak azt kéne tudni egyébként... Ja, itt van. Megvan. Megvan az információ, amit akartam. Segítünk itt a haveroknak rámenni itt az ellenfélre. Úgy rámászunk. Szia, psz... basszus. Angolokkal vagy? Nem, Chinese-okkal, kínaiakkal. Ching-ching-chang. Psz... Zoltán-szon. Zoltán... várjál, hogy kell kimondani? Zoltánszon. Így kell kimondani. Ott egy pap! Egy magányos pap! Gyerünk! Futás! El az! Megöljük a papot! Nem hagyjuk elmenekülni! Gyerünk! Demonstráljuk rajta a hatalmunkat. Elé futunk. Nagyon jó. Ez az, győztünk! Nagyon mennek a lényszerek, főleg ha mindenki van fejlesztve maximumra. Utána néztem, Cobra, Shelby volt az autó, a következő cheat code a Big Daddy. Várj, beírom. Nem tudom, hogy hova kell. Big Daddy. Big Daddy. Nem. Itt vannak az ellenségek. Gyerünk! Senki áziakat leszúrjuk! Leszúrni! Ezek nem halnak meg! Figyelj már! Hogy 16-an szúrták ezt a szerencsétlent, és nem halt meg. Na jó van. Ezt bajnak hívom egyébként. Mit lehet még építeni? Aha, itt a kettes, de hülye vagyok! Blacksmith! Építünk egy blacksmith, építünk egy városközpontot, építünk egy archery range-et, ez az. És mindent felépítünk, mindent! Ezeket még nem tudjuk megölni, figyeled? 26-an, nem lehet, hogy cheat code miatt lőttek a játéknak? Nem hiszem. Csinálj, hogy 50 lánc.
Basszus, a kettőt nem tudok megölni, ebből 30-at hogy tudnék? Ezt hallottam, hogy Mortal Kombat. Na, drága barátom, hazajövünk. Úgy döntöttem, hazajövünk. Mondjuk nem tudom, minek építek még egy Tone Centert. Állj már meg! Stop! Azaz. 35/40. Kell viszont építeni kis házikót. Azt mindenféleképpen kell építeni. És közben el kell kezdeni... El kell kezdeni kifejleszteni ezeket a fejlesztéseket nagyon durván. Mondjad, drága kislányom, mondjad! Nem! Nem eszek most. Majd később eszek, igen. Csak egy rakat íjászt. Azokkal szépen lehet menni. Castle Age-ben tudsz csak lánszerezni. Előbb próbáltam, nagyon erősek. Megnézzük! Megnézzük, kedves Zoltánszon! Megnézzük. Rámegyünk erre a dologra. Mindenféleképpen. Közben meg aranyat azért kezdjünk. Ne felejtsünk el, hogy dolgokat kell csinálnunk. Na, kezdünk egy kicsit fölállni, úgy látom. Mi az a Site 3 például? Nem értem ezt, hogy mi ez a Sacred Size, Side. Ja, ezek azok lehetnek? Ez lesz a kettes osztag. Nem kell most Siege Engineering egyelőre. Az erőforrásainkat most egyelőre a hadsereg fejlesztésre fogjuk forgatni. Nem, ez nem PvP, annyira nem vagyok bátor. Én egy bimbo arcú vagyok, ez az első játékom vele. Most jött ki, és gondoltam neki el streamelni. Aztán ez a helyzet. Mindenesetre köszönöm szépen, hogy itt vagytok, hogyha tényleg tetszik a buli, akkor létszik, kövessetek, itt nem feliratkozás van, mindig elfelejtem, mint a YouTube-on. Megmondom őszintén, hogy aki nem ismerne, annak elmondom, hogy van a YouTube csatornám jelen pillanatban 2600 néző, 2600 fölött van a feliratkozó szám, elég régóta streamelek. És most döntöttem úgy, hogy jobban bele megyek ebbe a Twitch-be, úgyhogy nagyon nagy segítség lenne, hogyha követnétek. Ez milyen emótokat találsz, Trojan? Komolyan mondom, hogy milyen emótokat találsz. És miért találsz ilyeneket? Chen Ching Chung, itt vannak az íjászaim. Nagyon jó. Ez a kettes csapat. Ez itt az egyes csapat. Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon számít-e... Csinálunk, nem csak íjászt csinálunk, hanem... mi az? Íjpuskásat is. Ez Miklósnak való. Miklósnak, kéne szólni Miklósnak, majd szólok Miklósnak is. Hogy errefelé hordja el majd a szél. Jó, kifejlesztük azt, hogy az embereink egy kicsit több életük legyen. És azért itt a Kovácsnál, itt azért durván kell a fejlesztésbe beletolni. De most már a következő age-re kellene gyúrnunk, Isten igazából. Astronomical Clockworks. Úgy, ezt fogjuk fölépíteni. Méghozzá ide. És fogok küldeni oda még... Ide még munkásokat, akik segítenek ezt fölhúzni mindenféleképpen. Nagyon jó. Annyira... Én is hadd küldjek valami szép, gyakran használt emotion... Itt én... Tényleg itt asztalolt menjen. Asztalolt, és tök jók. Tessék, ezt nektek küldöm. Ögy. Na, a kettes, a nyilasokat és az ípuskásokat egybe tartom. És utána el is indulhatunk, szerintem valamerre erre megyünk. Szerintem itt kell, hogy valaminek legyen. Ide, meg ide. Ez egy trader.
Jó, miközben a csapatainkat elindítottunk helyekre küzdeni, aközben azért folytatjuk itt a fejlesztést, bár úgy látom, hogy ez már a harmadik for kell. Aha, ez egy barátságos falu, jó. Átmegyünk egy barátságos falun. Majd a partner veszel és lesz pár szobod, majd lehet saját emótod is. Hát ilyen affiliate az aránylag könnyen, azt néztem, hogy könnyen megjön. De partner azért az ahhoz sok kell. Én azt láttam. Ahhoz nagyon sok kell a partnerhez. Itt nincsenek régen olyan emót, például sárga korongok. Hát nincs, ilyen van. Ez ami legjobban hasonlít a régi hagyományosra. Ja, ez ilyen, tudom milyen érzés. Imperial Spy. Na gyerünk, barátaim, gyerünk! Nézzük meg, hogy itt egy szépen fokozatosan kell elfoglalni a mapot. És bár nagyon gyenge egyelőre a hadseregem. De azért nagyon rá kéne menni. Ugye itt azt jelenti... Aha, arany kell. Már megint kevés az aranyam. Kevés az aranyam. Fiúk, gyerünk! Hordjatok nekem aranyat! Az ég áldjon meg. Nem akarnak aranyat hordani a bimbó arcúak. Láttam már ilyet? Aha, ott van az ellenfél traderje. Gyerünk, azt elfoglaljuk. Támadás! Demonstráljuk rajta a hatalmunkat. Erre gyere! Utás! Uhú, megtámadtak egy szövetségesünket, néhány egységgel. Visszamenjünk segíteni? Itt vagyunk végül is nem messze. Visszamenjünk ide segíteni. Visszamenjünk segíteni, addig viszont csinálunk még fejlesztéseket. És itt van a palota őrség. Csenk palota őröket. Néhány darabot. Azok fontosak lesznek, és el kell kezdenünk, szerintem megint építeni egy kis házikót, egy house-t oda rakjuk. Mindig szegény ártatlanokat bántják először a háborúban. Nincsenek, nem léteznek ártatlanok. Gyerünk! Támadás! Úgy! Ez az! Na most már keményebbek vagyunk, úgy látom. Itt is valami van. Úristen! Megtámadtak a barátainkat itt is. Ezt nem hagyhatjuk. Hűséges katonáim! A kínai népköztársaság nevében. Ja, itt még nem az volt, itt még császárság volt. Gyerünk! Aha, hogy a bimbo arcok ott futnak! Gyerünk, támad meg! Jó, ennek... Úha! Hülye vagy ez mit tud? Te hagyja úristen! Kinyírták az összes milit! Ne! Basszus kulcs! Kell a partnersen az affiliate, 75 aktív néző, 12 szín különböző napokon, egy hónapban és 25 óra egy... Hát, ja, nem tudom mi az a 75 aktív néző, nem tudom mit jelent. De majd meglátjuk. Előbb katapultra kellett volna menni a milinek, igen. Rájöttem, kedves rovar. Köszönöm szépen a tanácsot.
Csánk még egy barackot. Meg egy stable-t. Mink nincsen, nincs fánk. És megint a parasztjaink is elkezdenek elfogyni. Nem tudom, hova a bánatba mennek egyébként. De fáér is jó lenne, hogyha hátra mennétek ügyesen. Itt kivágni ezeket a fákat. Kajánk mondjuk annyi van egyébként, mint a rohadás. Úgyhogy onnan is átirányítunk embereket favágásra. Xiangzu, menjél fát vágni az anyád úristenit. 75 átlagos nézőszám. Az affiliatehez nem kell annyi szerintem. Ezt a játékot nézve csak nekem lett kedvem szájnozni? Hát nem tudom. Én ezt nem is próbáltam ki. Ja, 75 átlag néző az a partner. Hát igen. Azért mondom, tehát hogy az... Én az affiliate-tel tökéletesen elégedett lennék. Azt aránynak én úgy láttam, hogy azt könnyű megszerezni. Többet nem is akarok egyelőre. Már ott is nagyon, nagyon jól érezném magam. Na, gyerünk! Itt egy csomó milit legyártunk, meg itt egy csomó I-puskást legyártunk. Úgy. Itt is van egy emberem, azt is oda küldjük. Itt fölépült szépen a stable. Itt light milit, heavy milit fogunk csinálni szerintem. Egy 3 darab lovagot ide fogunk rakni. Nagyon jó. És most a kajára kell összpontosítanunk. Nem, most elfogyott a kajánk. De az jön 60 kaja percenként. Hát igen, most abból nem jön olyan nagyon sok egyébként. Úgyhogy ide rakjuk a munkásokat. Ha már Kína, hol a nagy fal a városod körül? Elkezdhetek játszani ilyennel egyébként. Nincs csak, ide rakunk egy... Miért nem tudom odaépíteni? Nem értem. Vagy ezt csak falra lehet építeni? Várjál. Oho! Oho! Kifogyott az aranybána. Kifogyott? Hát még van benne egy kevés, de már nem sok. Úgyhogy elindulunk szépen ide. És ide fogunk építeni egy mining campet. Azt hiszem ez a mining camp kell ahhoz, hogy ide közvetlenül tudják beszállítani a bányát. Uha, enemy kap, de hol van ez a site? Ezek a site-ok azok, mi? Aha. Ezeket kell megpumiznunk és elfoglalnunk. Kicsit meg kell erősödnünk és akkor rámegyünk az elfoglalásra mindenféleképpen. Na gyerünk, akkor menjünk, foglaljunk, ja, ez a kettes, vagy ez a hármas, és hol van még már ilyen camp? Itt van egy. És hol a harmadik ilyen secret size? Aha, mindegy, itt van egy. Ide vonom a seregeimet, az egészen biztos, és akkor megpróbáljuk ezt megoldani. Vagy itt van egymás mellett kettő? Itt van egymás mellett kettő! Jó, nem baj, oda megyünk szépen, és ott egy kicsit beerősítünk itt a kollégáknak. Fejlesztek egy ilyen 15%-os gyorsítást a kaja beszedésre, igazából. Sajnos lépkedni, köszönöm szépen, hogy itt voltál, Szepi!
Mi az, hogy van a Become Famous? Nem akarok híres lenni, kedves barátom. És azt hiszem, hogy te egy reklám vagy. Úgyhogy eltüntettek innen. Eltüntettek örökre! Na jó van, kicsit rámegyek itt a dolgokra. Hol állunk? Ez az enyém? Hova építettem? Melyik bánya mellé építettem? Nem emellé építettem. Hova építettem az arany behordásához szükséges cumót? Ide? Ez az enyém? Nem, ez is az enyém. Ez se az enyém. Prasztikuli el... Ez is Intermade Ali. Ez az enyém. Nagyon jó. Nézzük csak meg. Hol vannak a parasztjaim? Itt te kaját szedjél, te is kaját szedjél. Itt szedik már, csak nem tudom, hogy hol van. Nem tudom, hogy hol van az a sok paraszt, akit elküldtem helyekre. Ja, itt van. Úgy, ott szedjél. Itt pedig szépen megtámadjuk a reliket. Végre. Gyerünk, drága barátaim. Ez a miénk. Ezt a reliket, ez is a miénk. Bazd meg. Már, bocsánat. Akkor ide jöjjünk a felső relikhez. Mert most már két relik a miénk. És közben nekünk kellene építeni egy házat, az az igazság, mert úgy látom, hogy ebből kevés van. Jó. 2400 kajára és 1200 aranyra lesz szükségünk a következő szinthez. Ugye az nem feltétlen van meg. Aha, ez pedig 40-nel fogja növelni a populációt, úgyhogy olyat építünk. Most már keménynek kell lennünk, mert ezt most már tovább nem lehet bírni. Úgy, ezt föl-upgrade-eljük. Hello, Sexilis! Sokáig éljen a hagymaság, köszönöm szépen! Sexy! Hexilis mondtam, vagy Sexilis mondtam? Mindenesetre a Sexilisnek fogok hívni, lehet mostan kezdve. Na gyertek ide föl, ezt meg fogjuk próbálni elfoglalni ezt a izét. Ezt a site-ot. Erre rámegyünk mindenféleképpen. Most biztos, hogy rámegyünk. Nem úgy, mint az előbb, hanem tényleg. Jó. Archer range, stable. Ugye ebből nehéz milli kavarlit fogunk gyártani. Itt az Archer range-be pedig ezt a speciál veterán crossbowment fogjuk gyártani. Itt pedig le fogjuk gyártani egy csomó spearment. Úgy. Nagyon jó. És ezt a pontot megpróbáljuk elfoglalni. Már egyedül nem biztos, hogy menni fog, de hogyha esetleg ide pingelek, lehet, hogy van olyan intelligens a gép, hogy jön segíteni, hogyha oda pingelek. Freud dolgozik nálad, hagyma. Ugye? Anyád úristen itt! Hát az! A Mili szétszette! Azt is szed szét! A Mili szétszedi az ostromképeket!
A ranged meg ráment, azt a betyár mindenit, ilyen taktikai, stratégiai érzék, atya úristen, hát a mestert. Igazad volt Rovar Killer, igazad volt, ezt néznek, csak úgy mennek a gépágyúzzuk le itt a, itt az ellenfelet. Jó? Gyere vissza! Hú, pedig ezt ne föl se készültem itt a dolgokra. Igen, a gép közben megtámadta azt a pontot, amit mondtam neki. Itt a trader karavánt, azt megpróbáljuk megpumizni. Úgy, sikerült is. Gyerünk tovább. Nagyon jó. Hú, jó, nagy veszteségeim vannak, nem mondom. Nem mondom, nagy veszteségeink vannak. Szerintem nem mondd azt, hogy szexi vagyok, mert a végén nézők félreérték, aztán szorulunk az asszonyoktól. Hát igen. Megöltük őket! Hozunk erősítést, mert biztos, hogy vissza fognak támadni egyébként. Most elfoglaltuk? Hogy lehet ezt elfoglalni? Ez naturál. De miért naturál? Az anyád úristenit. Mi kell nekünk az, hogy ezt elfoglaljuk? Nem értem. Csinálok kajatermelő cuccot. Mi ez? Egy monostort azt mindenféleképpen csinálok. Siege Workshop. Keep. Az egy defensive building. Arra nekünk most nincs szükségünk, Isten igazából. Úgyhogy azt nem csinálunk. Hanem elkezdünk gyártani még búzamezőket. Nagyon keményen, hármat is. És rámegyünk a kajatermelésre elképesztő módon. Bemegyünk a YouTube-ra? Hát úgy terveztem, hogy ez így lesz. Lehet kéne oda valami papféleség. Egy monk. Anyád! Úgy. Passzus! Tűnj, takarodás onnan! Úristen! Ezt nem figyeltem, látjátok? Nem figyeltem. Hát ezt beszívtam, elég rendesen. Vincenzo Gaming 9, ha mind a hármat elfoglaltok, akkor visszaszámol, azt hiszem 5 vagy 10 perc, és az ellenség addig nem fogja vissza, nyertél. Hát én is ilyesmire számítottam, megmondom őszintén. Itt egy paraszt. Már úgy értem, hogy nem olyan paraszt, hanem... Tehát, hogy nem jó értelemben paraszt, hanem rossz értelemben paraszt. Miért nem tudok egységet gyártani? Itt a... Miért nem tudok sok... Nincs aranyam, basszus, kúcs! Lerombolták az aranytermelőmet! Nem PvP, dehogy PvP. Köszönöm szépen a followot. Egyébként Vincenzo Gaming, nagyon aranyos vagy. Egy hihetetlen csoda veszett el benned. Egy órán játszom egy gémet, gyakorlatilag játékosok ellen, vagy gép ellen. És egészen egyszerűen nevetséges, amit művelek. Nem baj, mert nagyon régen játszottam. Nagyon régen játszottam Isten igazából Age of Empires-t, úgyhogy érthető. Hadd legyen annyi lehetőségem, hogy itt a...
itt a kifogásokat megkeressem legalább. Úgy. Aranyra van szükségem, mert az aranyat most benéztem elég durván. Úgy. Nightbot. Ha PvP lenne, akkor lehet már rég vége lenne a játéknak. Így van, ha PvP lenne, akkor olyan fajta szexbe lett volna a része, amit nem szeretek. Így viszont működik. Hol vannak a papjaim egyébként? Csak kérdem. Ó, Junji, itt vannak a papjaim, te pap vagy? Monk. Te vagy a hármas csapat. Te vagy a hármas csapat. Na, hey! Ja, Control 3. Te vagy a hármas csapat. A hármas csapat is szépen ide jön. Nagyon jó. Ezek szépen itt a bázisban lévő parasztok elkezdik szedni a kaját, mint a állat. És a maradék pedig, ez kollektor szedő, az ott maradhat. Itt a gép közben arcol a géppel. Ha kell segítség Twitchbe, szólj, tudok egy-két dolgot. Szuper, Dani, hát én nekem kell segítség a Twitchbe. Tudod, hogy ma ez, vagy hát mostanában az első Twitch-es adásaim, úgyhogy mindenféleképpen kell segítség a Twitchbe. Én nagyon örülnék neki, hogyha lehetne, vagy tudná segíteni. De nem most, hanem hogyha Facebookon rámész esetleg, és adsz tanácsot, vagy a Discordon, ami még nem is biztos, hogy itt föl van tüntetve, ott adsz tanácsot, akkor én nagyon szívesen meghallgatnám ezeket a tanácsokat. Van unban, hát most egyelőre az van, hogy... Anyád úristen itt már. Az van, hogy hát hogyha rá kattintok valakit a nevére. Hú, szuper, Dani, milyen ikonod van, te atya úristen. Csak nem szereted a fiatal lányokat, haverom. Jó, és egy másik aranylelőhelyhez is oda fogunk építkezni, bár itt ez túl közel lesz a háborúhoz. Mi a bánat? Hé! Gyerünk! Egyes, kettes, innen el. Itt meg fogjuk állítani az ellenséges csapatokat, úgy érzem. Nagyon jó, ezt kicsináltuk. Itt meg fogjuk állítani az ellenséges csapatokat. Nosika, mi ez a játék? Szevasz, Hanzi, madárpöttyő, szép jó reggelt kívánok! Itt van egy ilyen technikál stressz, amitől meg tudnék zavarodni, de hát ez van. Jó, elkezdett jönni az arany, mint az állat, úgyhogy talán el fogok tudni kezdeni egységeket gyártani most már ismét. Na nézzük, ezt a palota őrségből gyártok párat, ebből a veterán nem tudom miből gyártok párat, meg ebből is kéne párat gyártani, csak nincs kajám már. El fog fogyni a fám is itt. Gyerünk, ezeket az ostrom gépeket itt szét kell csinálni, meg kell ölnötök. Itt nem engedhetünk át semmit. Itt lesz az, ahol kifárasszuk az ellenséget. Húha! Hogy? Haha! Bimbo arcúak. Itt most már ezt nem veszitek el tőlem, ezt az aranybányát, az biztos. Itt az íjászokhoz hozzácsapom ezeket. A millihez hozzácsapom ezeket. Mi ez?
és megpróbáljuk visszafoglalni majd a site-ot, vagy kitámadni. De Jézus Atya Úristen, mi történt itt? Itt az ostrom gépre kéne rámenni, fiúk! Jó, az ostrom gépeket elpusztítjuk. Húha! Gyerünk befelé! Hát ezt nem hiszem el! Hát folyamatosan mindig nagyobb az ereje. Modi nézetben unban kérelmeket lehet nézni, hogy mikor kikapott bant, és meg lehet nézni, hogy miért. Time úttal lehet egyedi bant osztani, azt a vetyel mindenit. Azaz, a Miri szépen rámegy itt az íjászokra. Kérek segítséget a kollégáktól. Hát ha a gép jön, tud jönni segíteni. De hát ennek valami kevés esélye van. Ez mi? Azt a betyár mindenit. A gépek ellen elfogom, hátul egy hajítógép írt téged. Hát most már rájöttem. Azt a betyár mindenit. Ezt még lehet fejleszteni. Ó, hát ezt föl kellett volna fejleszteni. Nem veszitek el tőlem az aranyhányat, mondta hagyva, aztán bukta. Úristen, egy csatornával nem vagyok moderátor, eddig nem jöttem rá, milyen furcsa a chat ablakban. Mindjárt, amint kitalálom, hogy kell, adok neked is egyet. El fogom veszteni a játékot a gépek ellen. Na jó van, drága barátaim, szerintem csináljuk azt, hogy én ezt föladom. És úgyis már több mint egy órája streamelek, egy órás streamet ígértem a feleségemnek, úgyhogy kell egy kicsit kajálnom is, meg dolgokat csinálnom. Megpróbálok visszajönni este. És streamelni megint, de holnap mindenféleképpen lesz valami. Viszont én ezt most feladom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek. Kérlek szépen kövessetek, ha még nem tettétek volna meg, ez nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos most, és találkozunk akkor legközelebb. Még jobb, mint a YouTube-on. Tényleg? Örülök neki, Hanzi. Na, jó éjszakát, aludjatok jól, és segítsetek abban, hogy minél többen legyünk. Légy szíves. Na, pá!